Az elmúlt években jelentős változások zajlottak le a szakképzésben. Jelenleg hogyan kell elképzelni, hogyan épül fel a rendszer? Nagyon jelentős változások vannak. Most már az 5. éve dolgozunk ezen új rendszer szerint. Ebben talán az a legjelentősebb változás, hogy áttértünk egy teljesen gyakorlatorientált, gyakorlatcentrikus képzésre, amiben az a legfontosabb, hogy valaki meg tudja csinálni azt, ami majd a szakmája lesz, amit tanul. A másik, ami azt gondolom, hogy nagyon jelentős változás, hogy talán miért szakképzés és miért szakma, mert hogy ez egy nagyon komoly karrier lehetőséget biztosít a jövőt tekintve, egy biztos megélhetést biztosít a jövőt tekintve a fiataloknak, hiszen mindannyian tapasztaljuk, tudjuk, hogy jó szakemberre szükség van, és bizony-bizony az igazán jó szakembereket nagyon komolyan meg is fizetik. Ez talán picit kapcsolódik is rögtön a következő kérdésemhez, hogy miért érdemes ma szakképzést választani? Hát nagyon sok összetevője van. Ez egy hosszú távú cél, amit én mondtam, de hát nyilván léteznek olyan dolgok, amik viszont a napi munkákat segítik. Szakképzés talán azért is jó választani, mert egy nagyon rugalmas tanulási lehetőséget kap, aki ebben tanul. Talán azért is nagyon jó választani, mert hogy menet közben ösztöndíjat kap. Duális képzésbe valós vállalati üzemi körülmények között tud tanulni. És ha már duális képzésben van, akkor jövedelme is lesz, mert hogy fizetést kap ebben az esetben. Azért is érdemes a szakképzést választani, mert olyan képzési formáink vannak, mint a szakképzőiskola, vagy a technikum, vagy azok a rugalmas tanulási utak, amikben a hátrányos lemorzsolódással veszélyeztetett gyerekeket is megcélozzuk. Tehát egy nagyon széles palettát tudunk biztosítani, a felzárkóztatástól a tehetséggondozáson át egészen az egyetemi felkészítésig. Mi tudhatunk arról, hogy hogyan viszonyul a szakképzés a munkaerőpiaci kereslethez? Alapból az új szakképzési rendszernek ez volt az egyik alapvetése, hogy a rendszert úgy kell kialakítani, és helyi szinten úgy kell működtessük, hogy azokra az igényekre reagáljunk, amik megjelennek a vállalkozások, a vállalatok, a gazdasági élet szereplői részéről. Ezeket be kell nekünk csatornázni. Na most ezt azért úgy nagyjából, hogy érzékeltessem, mennyire sikerült, vagy mennyire nem. Hát egyrészt a tanuló létszám, akik a nappal is gyerekek, és ott ide járnak az iskoláinkba, ugye 8 iskolába, ők jelen pillanatban több mint 3000-en vannak, olyan 3400 körüli tanuló létszámmal dolgozunk. Ez azt jelenti, hogy az 5 év alatt körülbelül 15%-kal növekedett a nappal is gyerekek létszáma. Ugyanakkor viszont van egy másik nagyon fontos szegmensünk, amivel szinte azonnal tudunk reagálni minden igényre, ez pedig a felnőttek képzése. Na hát a felnőttek képzésében közel 2000 ember tanul a 8 intézményben összességében, és hát itt jelennek meg azok a közvetlen igények, amit egy-egy cég, egy-egy vállalat megjelenít az irányunkba, amikor valamiféle szakmában szeretné képezni, tovább képezni a munkavállalóit, a kollégáit, és ezekre tudunk mi azonnali hatállyal reagálni, és reagálunk is. Tehát most nagyjából így jelenik meg, és van egy nagyon fontos partnerünk is ebben, a Tolna vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara, nyilván az összes cégen kívül, akikkel szintén szorosan együtt gondolkodva és dolgozva nézzük azt, hogy milyen igények jönnek feléjük, és ők pedig csatornázzák tovább felénk, illetve hát értelemszerűen ez egy partneri együtt gondolkodás. Milyen lehetőségei, esélyi vannak ma annak, aki szakmával szeretne elhelyezkedni? Hát én azt gondolom, hogy jók. Nagyon-nagyon sok olyan cégvezetővel, vállalati vezetővel, HRS-sel találkozom, aki mind-mind-mind igényt fogalmaz meg. És ezek az igények, ezek egy jó munkaerőre vonatkozó igények, hiszen vannak folyamatosan állás lehetőségek, és én azt gondolom, hogy ezek az állás lehetőségek, ezek nagyon-nagyon sokrétűek, a gazdaság minden területére megjelennek, és hát ezekre próbálunk mi valamiféle, hogy is mondjam, közvetítést is adni, de ez nem feltétlenül jó szó, hiszen nekünk ez nem feladatunk, viszont az már feladatunk, hogy amennyiben ilyen igények megjelennek, azt tudjuk
tanulóink, vagy akár a felnőttjeink felé is megjeleníteni, és hát ezt meg is tesszük, tehát így azért próbálunk egy ilyen kapocs is lenni, és hát ebből adódóan én azt látom, hogy itt a gyerekek és a felnőttek számára komoly lehetőségek adódnak az elhelyezkedésben. Rögtön felmerült bennem az, hogy esetleg kaphatunk egy általános képet arról, hogy mik ezek az igények, amik megfogalmazódnak a részükről. Nagyon-nagyon sok olyan konkrét igény jelenik meg, ami mondjuk kötődik a műszaki területekhez, gépészethez, CNC-seket keresnek, vagy informatikusokat keresnek, vagy adott esetben akár gazdálkodási területen is jönnek elő ilyen jellegű igények. Persze mellette megjelennek azok az egyéb dolgok is, hogy mit várnak el azok a cégek, akik bejelentkeznek. Hát ők viszont ugye természetesen azt várják el, hogy egy jól képzett embert kapjanak, aki alkalmazkodni is képes hozzájuk. Most ezt a kettőt nagyon nehéz összhangba hozni, ezt általában csak úgy lehet összhangba hozni, hogyha az adott cég belép duális képzőként is, mert hogy abban a pillanatban, aki nála tanul, pontosabban foglalkoztatva tanul, hiszen munkaviszonyba is kerül a szakképzési munkaszerződése révén, akkor ebben az esetben megismerik egymást is, egymás igényeit is természetesen, és akkor mellette pedig az a már duális képzőhely, aki később foglalkoztatóvá válik, ő pedig meg tud jelenni olyan szinten is, hogy a saját munkaerő igényére figyel, és már úgy foglalkozik ezekkel a fiatalokkal, hogy az ő igényeinek megfeleljen. És ugye itt a korábbiakban említésre került még az is, hogy nagyon kiváló a kapcsolat például a Tolna Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamarával. Vannak olyan közös programok, amiket együtt tudnak megvalósítani? Igen. Ezek a programok most elsődlegesen pályorientációra irányulnak. És ezek a pályorientációs programokban van egy kettőnk közötti megállapodás, ami arról szól, hogy egymást ezen a területen is, de ez egy kiemelt terület, hogy ezen a területen segítjük, támogatjuk. Így értelemszerű partnerek számára is, hogy igen, amikor nem mi fogunk megjelenni egy iskolában, mondjuk egy általános iskolában, hanem a kamarai tanácsadó. És az a kamarai tanácsadó kolléga, aki ott a pályorientációval foglalkozik, ő már természetesen velünk is beszél, és a mi lehetőségeinket is tudja továbbítani. De vannak olyan rendezvényeink, ahol rendszeresen ott vannak a kamarai kollégák, ezek a pályaválasztási rócsóink, vagy egyéb ehhez kötődő rendezvényeink. És hát természetesen mi is igyekszünk meghallgatni azokat az igényeket, és befogadni azokat az igényeket, amiket ők közvetítenek felénk. És ez pedig a másik része a világunknak, a közös gondolkodásunknak, amikor ezeket az igényeket is mi be tudjuk építeni a képzéseinkbe. És akkor visszatérve a képzésekhez, hogyan viszonyul a szakképzés mondjuk a továbbtanuláshoz? Ha én azt mondom, hogy egyenes út vezet szakképzésből az egyetemre, ez így önmagában féligasság lesz. De ha azt mondom, hogy a technikumból egyenes út vezet az egyetemre, akkor ez meg egy teljes igazság. Ugyanis maga a technikumi képzés egy emelt szintű érettségével végződik, ami önmagában nagyon-nagyon komoly pontszámot visz a felsőoktatásba. Hát ez csak egyik lehetőség. És van egy teljesen másik lehetőség, és ennél sokkalta talán még erősebb lehetőség. Van megállapodásunk felsőoktatási intézménnyel, ahol arról szól a megállapodás, hogy amennyiben valamelyik tanulónk egy adott szakmában vagy szakterületen ő hozzá jelentkezik, akkor mondjuk kap plusz 100 pontot. És van egy olyan megállapodásunk is egyetemmel, ami az úgynevezett okleveles technikumi képzésről szól, ahol is már 30 kreditet is kap az illető, az a fiatal, aki sikeresen végzi el az okleveles technikumi képzést. Ez ebben a tanévben indul, és a Bezerédi iskolában fog ez egy gazdálkodási irányba elindulni. Pontosabban indult el, hát már nem fog, mert ugye most már októbert írunk, tehát már ezek a 9-es fiúk, lányok ott ülnek bent az iskolapadban, és hát most indult el, tehát ennek a kimenete ugye 5 év múlva, viszont ennek van egy olyan nagyon izgalmas része is, hogy már az utolsó évben már az egyetemi tananyaggal is, vagy az egyetem által becsatornázott tananyaggal is foglalkoznak, és hát itt jön az a szoros kapcsolódás, hogy igen, akik nagyon jók, azoknak szinte direktbe tudnak jutni egy felsőoktatási intézmény szakirányú képzésébe.